Maradt ponttá mentelmi joga, 231 képviselő vette védelmébe a miniszterelnököt, a kormány sorsáról pénteken döntenek. Visszaüthet az áfa csökkentés, szakértők szerint az olcsóbb élelmiszereknek hamarosan meg lesz a böjtje. Bűzlik a szemét Marosvásárhelyen, egyre több lakossági panaszt jegyeznek a környezetvédelmi őrségnél. Köszöntöm Önöket, ez itt a Híradó. Visszautasította a képviselőház plénuma a Viktor Ponták képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó kérelmet, amelyet az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség fogalmazott meg. A visszautasítást 231 honatja támogatta, 120-an mellette szavaztak. A szavazást heves politikai vita előzte meg. Az ellenzék a szavazás módját kifogásolta, miután Valériusz Gónyán házelnök bejelentette, hogy nem az ügyészség kéréséről, hanem a jogi szakbizottság ajánlásáról szavaznak. Utóbbi az ügyészek kérelmének visszautasítását javasolta. Az RMDSZ a képviselői belátására bízta, hogy miként szavaznak. Titkos szavazás lévén a kollégák a független, pártatlan, kiegyensúlyozott, nem átpolitizált igazságszolgáltatás mellett fognak szavazni, és mindig is azt támogattuk, úgyhogy ezt tekintsék az RMDSZ álláspontjának. Felszólalásában Viktor Ponttá úgy vélte, egyetlen ügyész nem helyezheti magát a parlament vagy a kormány fölé, és az ellenzéknek ajánlotta szavait. Ahhoz a 2-3 ellenzéki kollégához szólok, akik itt ülnek a jobb oldalon. Nagyon jól tudják, hogy képviselőként soha nem szavaztam, amikor úgy ítéltem meg, hogy a parlament vagy a kormány jogkörét megsérti az állam egy másik hatalma. Arra kérem Önöket, ne politikai megfontolás szerint, hanem állampolgárokként, képviselőként szavazzanak. Az ellenzék szerint Románia nemzetközi megítélése forog kockán. Ma arról szavazunk, hogy világosan megállapítsuk azt, hogy Romániában tiszteletben tartják az alkotmány előírásait, amely szerint senki sincs a törvények fölött, még Viktor Ponta miniszterelnök sem. Arról szavazunk, hogy Románia parlamentje támogatja-e vagy sem az igazságszolgáltatást. A képviselőház szavazata értelmében az ügyészség nem vizsgálhatja ki az érdek ellentét vágyát, amelyet miniszterelnöki minőségében követett volna el Ponta, amikor Dán Sovát miniszternek nevezte ki. Ugyanakkor folytatódik az eljárás azokban az ügyekben, amelyekben okirat hamisítással, adócsalással és pénzmosással vádolják, ezek ugyanis nincsenek kapcsolatban politikai tisztségeivel. Ma reggel egyeztettek az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciói arról, hogy a szövetség honatjái milyen elveket kövessenek a bizalmatlansági indítványra vonatkozó pénteki szavazás során. Kelemen Hunor szövetségi elnök az ülést követően elmondta, nem értenek egyet az indítvány témájával, ami a levélben történő szavazást illeti. Az időközi szavazások kinemírását azonban felróják a kormánynak. Hozzátette, az RMDSZ ennél sokkal súlyosabb dolgokat is a kormány számlájára ír, ezért arról határoztak, hogy ellenzékben lévén nem fognak a bizalmatlansági indítvány ellen szavazni. Ezen túl minden honatja egyénileg dönthet, hogy megszavazza-e az indítványt, vagy tartózkodni fog. Az országos védelmi stratégiáról egyeztettek Klaus Johannis államfővel a parlamenti pártok vezetői. A kormánypártokat és az ellenzék képviselőit külön fogadta az elnök. A liberálisok ugyanis nem voltak hajlandók egy asztalhoz ülni Viktor Ponta miniszterelnökkel. Az államfői hivatal a honlapján tette közzé azt a védelmi stratégiáról szóló dokumentumot, amelyet minél szélesebb konszenzussal szeretne elfogadtatni. Lényege, hogy a pártok vállalják, függetlenül attól, hogy kibirtokolja a hatalmat, a hadsereg fenntartására és megfelelő szintű felszerelésére a bruttó hazai össztermék legkevesebb 2%-át fordítja a következő, legkevesebb 10 évig az ország. Hasznosabb lett volna az élelmiszerek hozzáadott értékadója helyett a munkáltatók adóterheit csökkenteni? Hogyan üt vissza a jövőre már jelentős költségvetési hiányt okozó áfa mérséklés? Híradónk utána járt a kérdéseknek. A hozzáadott értékadó csökkentése a kis és közepes jövedelműeknek előnyös, a tehetősebbek meg sem érzik. Ám a vásárlóerő nem fog annyival növekedni, hogy az államkassa több milliárdos kiesését fedezze, mondják a szakemberek. A tervezett további áfa és adócsökkentéseknek azonban szerintük rövidesen meg lesz a bőtje. Jövőre, 2016-ban a már bejelentett, ezután következő csökkentések, tehát az általános hozzáadott értékadó
csökkentése 24-20%-ra minden más terméknél, élelmiszereket kivéve, valamint a jövedelemadó, profitadó 16%-ról 14%-ra való csökkentése, erre nem lesz meg a fedezet. Ez egy 16 milliárd lejes lyukat okoz az államkasszába. A pénzügyminisztérium szerint csupán 6,8 milliárd lejes kiesés lesz, de Lakatos Péter úgy véli, már ez is komoly problémát jelent. Ennek a baromfi kereskedelemmel foglalkozó vállalkozónak 280 alkalmazottja van. Azt mondja, a munkát terhelő járulékok csökkentése javítana igazán az életszínvonalon. Tudatában vagyunk, hogy egy olyan alkalmazott, aki jobb fizetést kap, nagyobb vásárlóerőt jelent. Ez a kereskedőkön is jobban segítene, ugyanis több húst, ételt, ruhát vásárolna. Tehát a munkát terhelő járulékok csökkentéséből származó jövedelem többlet közvetve rajtunk is segítene. Egyébként Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke azt javasolta, Romániában inkább a munkát terhelő járulékokat kellene csökkenteni, így több pénz maradna az emberek zsebében, amit vásárlásra költhetnek. Fennakadásokat okozhat a Gyergyószentmiklósi önkormányzat munkájában, hogy a Marosvásárhelyi táblabíróság 60 nappal meghosszabbította azt az időszakot, amíg Mezei János polgármester nem töltheti be a tisztségét. A városvezető jogi felügyelet alatt szabadlábon védekezhet ugyanaz ellene felhozott vádak ellen, azonban a polgármesteri teendőket ideiglenesen ellátó Nagy Zoltán alpolgármester szerint az, hogy nem irányíthatja a hivatalt, sok kárt okozhat távlatilag a városnak. Nagy Zoltán, aki rajta van azoknak a személyeknek a listáján, akikkel Mezei János nem léphet az eljárás idején kapcsolatba, illetve a Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselői úgy vélik, az intézkedés túl szigorú, nincs arányban a vádak súlyosságával, és politikai indítatásra gyanakodnak. Újraindultak az útjavítási munkálatok Hargita megyében. 3 év kényszerleállás, pereskedés és konfliktusok után végre folytatódhat az építkezés és a felújítás. A híd felújítási munkálatait készítik elő a Hargita megyei Lövétén. A megyében 3 évvel ezelőtt álltak le a munkálatok. Sajnos több olyan körülmény játszott közre a perek mellett, például akár az is, hogy a tervező, korábbi tervezőcég megszűnt, felszámolódott, nem volt jogutódja, ami mentén a munkálat csak most tud elkezdődni. Igazából teljes erőből május óta, egy hónapja dolgoznak az emberek. A munkálatok közel 15 millió eurós támogatásból valósulhatnak meg, melyet a 132-es megyei út javítására fordítanak. Ebből többek között 9 hidat is felújítanak, 3-at Lövétén. Mi lövétejek azt mondjuk, hogy hál' Istennek, hogy beindultak ezek a munkálatok. Nekünk nagyon fontos, ugyanis 3 hídnak az újraépítéséről beszélgetünk. Ezek az építő, illetve az építővel kötött szerződés alapján az idén meg kellene legyenek, hidak építése, plusz a második fázis volna az aszfaltozás, az a 4,-valahány kilométerre, ami még hátra maradt a munkálatokból. Eddig 6 híd munkálatai kezdődtek el, hamarosan sor kerül a másik 3-ra is. Tervek szerint évvégéig mindegyik elkészül. Folytatódik a sepsiszentgyörgyi himnusz éneklés ügyében a jogi húzavona. Sebastian Kuku Kovászna megyei prefektus fellebbezett a sepsiszentgyörgyi bíróság azon ítélete ellen, amely megsemmisítette az előző prefektus Marius Popika által az MPP 3 széki szervezetére kiszabott bírságot. A korábbi prefektus 5000 lejjel büntetett volna amiatt, hogy a tavaly novemberi sepsiszentgyörgyi tüntetés végén az összegyűltek elénekelték a magyar himnuszt. Az elsőfokú ítélet indoklása szerint a büntetés jogalapjának felhozott kormányhatározat a román nemzeti jelképek használatára vonatkozik, és nincs benne más államok himnuszára vonatkozó előírás. Másrészt az MPP 3 széki szervezetének nincs jogi személyisége, így nem büntethető, és egyébként is jogi személy nem énekelhet, ezt csak természetes személyek tehetik. Bűzlik a szemét Marosvásárhely szeméttelepe körül, egyre több lakossági panaszt jegyeznek a környezetvédelmi őrségnél. A városvezetés azt ígéri, Székelyudvarhelyre költözteti a hulladékot. Folyik és nagyon bűzlik a szemét a Maros keresztúri szeméttelepen. A Maros megyei környezetvédelmi őrséghez már több írásos panasz is érkezett a szeméttelep által okozott szag miatt. A szeméttelepel kapcsolatban több panasz érkezett hozzánk, az idén 6 a szagra vonatkozóan eddig. Az elmúlt évek során, illetve az elmúlt időszakban, mert az idén is már szabtunk ki büntetéseket úgy a szemét elhordó vállalatnak, mint a polgármesteri hivatalnak a szemét lerakás ügyeiben.
többet, tehát összesen 4-et, ez idő alatt összesen 135 ezer leértékben. A segesvári önkormányzat nem hosszabbította meg a szerződést a marosvásárhelyi köztisztasági vállalattal, így a város szemetét nem szállíthatják többi a segesvári szeméttelepre. A maroskeresztúri szeméttelepet bezárták, a Kerelő-Szentpálit pedig még nem helyezték üzembe. A városvezetés részmegoldást talált az ügy orvoslására. Jelenleg van egy érvényben lévő idéglenes szerződésünk egy székelyudvarhelyi köztisztasági vállalattal, és az egész hulladékot oda szállítják el. Ami a keresztúri szeméttelepet illeti, az ott lévő hulladékot is székelyudvarhelyre szállítják majd el. A szóvivő állításait azonban cáfolják a maroskeresztúri szeméttelepen észlelt tevékenységek. A szemétdombra, amely alig pár méterre fekszik az E60-as nemzetközi úttól, továbbra is szállítják a város szemetét. A keresztúri szeméttelepet papíron 6 évvel ezelőtt, azaz 2009-ben zárták be, ugyanis nem felelt meg az Európai Uniós követelményeknek. Gyakorlatilag azonban a város szemetét ugyancsak erre a szeméttelepre hordják ki. Erre konkrét bizonyíték, hogy 10 perces itlétünk alatt a köztisztasági vállalat egy autója már itt ürítette ki a szemetet. Néhány héttel ezelőtt Claudiu Major alpolgármester azt mondta, nagy mértékben emelkedhet a hulladékkezelési díj a megye központban amiatt, hogy a köztisztasági vállalat a város szemetét Székelyudvarhelyre kénytelen elszállítani. Jelentést készített a megyei és regionális fakitermelő és fafeldolgozóipar helyzetéről Hargita megye tanácsa egy Európai Uniós program keretében. A vizsgálatból kiderült, hogy egy multinacionális fafeldolgozó cég létesítése több mint 2300 munkahely megszűnésével járna, egész vállalkozásokat szüntetne meg. Jelenleg exportálják a fát és importálják a fa terméket, ehelyett tudatos fafeldolgozásra kellene átállni, a helyi faanyagot helyi cégek, helyi szakemberekkel kellene feldolgozzák. Ez hozzájárulna a fenntarthatóság és a versenyképesség megvalósulásához. A tervek között szerepel egy online rendszer kialakítása is, amely a Hargita megyei fapiacon érdekelteket kötni össze, ehhez az Agrárkamaránál létrehoznák az erdőgazdálkodási részleget. Iskolai egyenruha és bentlakás ügy. Lássuk, mi lesz még a híradóban. Egyenköntösbe bújtatnák az iskolákat, nem csak a diákokat, a pedagógusokat is megosztja a jogszabálytervezet. Félmegoldás bentlakás ügyben, csak egy diák szállót használhatnak nyáron a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem diákjai. Pozitívan véleményezte az egyenruha használatát a Képviselőház Oktatási Bizottsága. Ahhoz, hogy életbe lépjen a jogszabály, azt a képviselőház kell megszavazza. Egyenruha, nyaksál vagy jelvény, minden iskola maga döntheti el, hogy ezek közül melyiken tüntetné fel a megkülönböztető jelét, és vezeti be kötelező módon a tanulók számára. A kezdeményezők szerint a megkülönböztető jel erősíteni a tanulókban a közösségi érzést. A Marosvásárhelyi Unéria kollégiumban a vezetőség most is kötelezi a diákokat az egyenruha viselésére. Sok szülő, sok tanár, sok pedagógus, sok igazgató azt mondja, hogy az elitiskoláknak egyik része az egyenruha. Egyet tudok ezzel érteni, de akkor legyen dísz egyenruha, amelyet nem az állam határoz meg, hanem minden iskola megválaszthatja. Ezzel szemben a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban nem viselnek egyenruhát. Több próbálkozásunk volt nekünk is, hogy megpróbáljuk ugye, visszavezetni az egyenruhát, de sikertelen volt eddig. Tehát vannak ellenállások a gyerekek részéről, ami szerintem teljesen érthető, ha visszatekintünk a múltba, hogy valamikor az egyenruha mit jelentett. Másrészt viszont a szülők hasznosnak tartják. A diákok körében is megoszlanak a vélemények. Nekem személyesen az a véleményem, hogy az egyenruhának nagyon nagy közösségformáló ereje van, ugyanis így, hogy mindenki kell hordja, így egy kicsit uniformizálódunk. Szerintem a diákok nem szeretik az egyenruhát, mert nem tud kibontakozni az egyéniségük, tehát az öltözködésünk valamennyire tükröz minket, és az egyenruha ezt meggátolja. Amennyiben a törvény életbe lép, az egyenruha többletkiadás lenne a szülők számára. Az Uniria Nemzeti Kollégiumban például 600-700 lejbe kerül a diákok kötelező viselete. A Bábesbólyai Tudományegyetem vezetősége és diákszervezetek tárgyalásának eredményeként a BBTE egyik bentlakása a nyár folyamán a tevékenységeik által Kolozsvárhoz kötött diákok rendelkezésére áll majd.
Mivel a helyek száma várhatóan nem fedezi az igényeket, a Műszaki Egyetem is megnyitja egyik bentlakását a bábeses diákok számára. Ők viszont az eddigi összeg kétszeresét kell kifizessék. A nyár idejére egyetlen bentlakás marad nyitva a Bábesbolyai Tudományegyetem diáknegyedében. A helyet igénylő egyetemi hallgatóknak június 29-ig kell benyújtaniuk ezzel kapcsolatos kéréseiket, illetve bizonyítaniuk kell, hogy az egyetem miatt kell a Kincsesvárosban maradniuk vakáció alatt. A Bábesbolyai Tudományegyetem vezetősége a diákképviselőkkel folytatott egyeztetés során úgy döntött, hogy bár időnként épületet váltva, de folyamatosan nyitva tart egy bentlakást a doktoranduszok, a nyár gyakorlatot végző diákok és gyakornokok, a szociálisan hátrányos helyzetűek számára. A sajtószóvivő hozzátette, a bentlakás felújítások miatt a diákoknak várhatóan költözniük kell majd, ezt azonban időben jelezni fogják nekik. Az egyetemisták egyáltalán nem elégedettek a helyzettel. Most inkább a kevésbé rossz megoldást választották, ezért úgy néz ki, hogy a HDU területén a hatos bentlakást biztosítják szállásra. Most ezzel az a probléma, hogy több mint 1300 diák szeretne Kolozsváron maradni nyár idején, és nem biztos, hogy elegendő lesz a hely. A BBTE a Műszaki Egyetemmel is egyeztetett az ügyben, így a diákok itt is igényelhetnek szállást. Ebben az esetben viszont a havi 120 lejes átlagár helyett 260 lejt kell kifizetniük. De a helyek száma a Műszaki Egyetem bentlakásában is korlátozott. Ecsetet és törlőrongyot ragadtak a Maros megyei nyugdíjpénztár alkalmazottai, és önkéntes munkával felújították az ügyfélfogadó termet. A közalkalmazottak azt mondják, a közös munka jobb volt, mint egy csapatépítő tréning. A Maros megyei nyugdíjpénztár ügyfélfogadó termére már ráfért egy alapos felújítás, de az intézmény költségvetéséből idén sem futotta arra, hogy szakembereket bízzanak meg a munkával. Az alkalmazottak úgy döntöttek, hogy nem várnak még egy évet, szabad idejükben kitakarítják és lefestik az ügyfélfogadót. A költségvetésből megmaradt összeg csak a festékek megvásárlására volt elég, többre nem futotta, így a kollégáimmal közösen úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk mi a felújítást munkaidőn kívül. Az intézmény alkalmazottai azt mondják, a közös munka olyan volt, mint egy csapatépítő tréning. Ez egy jó csapatmunka volt, ahol a kollégákkal még jobban összeszoktunk, és egy kicsit kikapcsolódás is volt a számunkra, mert nem csak a nyugdíjdoszárokkal foglalkoztunk, hanem egyéb problémákat is megbeszéltünk, munka közben kacaráztunk, a munka elvégzése után pedig pizzát rendeltük, közösen megettük, szórakoztunk. Jól éreztük, meg viccelődtünk, kacaráztunk, és ugye... Kész lett a munka, és még jól is éreztük magunkat. Mivel festék még maradt, a nyugdíjpénztár alkalmazottai úgy döntöttek, 2 hét múlva megismétlik a kalákát, akkor az irodákat fogják kifesteni. A késő tavaszi koranyári tájkép egyik jellegzetes hozzátartozója a hófehér tenyérnyi illatozó bodzavirág. A természet ajándékaként is emlegetett növényt sokféleképpen lehet hasznosítani, viszont a beszerzésre nem árt figyelmet fordítani. Marosvásárhelyen a kombináttal szemben lévő ismert és egyben az egészségre veszélyt jelentő területen ma már egy kisebb bodzaerdő található, és az idény jellegű kereslet reményében vannak, akik így gyűjtik zsákszámra a májusi menyasszonyt. A természetnek ez az ajándéka megtalálható a piacokon is, az árusok szerint csak is szennyezésmentes helyről származik. Hát ez Maros mellől van egy ilyen kicsi erdő, ilyen akácos, és nem járnak se kocsik, mert ha kocsik akarnak túlmenni az úton, a vízen, akkor egy ilyen csónakkal viszik át, és egyáltalán nem poros, nem nagyon szép tiszta helyre van, víz mellő van, Maros mellő. A vásárlók azonban szkeptikusak. Én nem szoktam egyáltalán a piacról, hanem faluról. Nyárad-Szent László, Bedébe járunk, Szentgericére. Milyen okból kifolyólag nem vásárol bodzát a piacon? Hát félek, hogy nehogy az út mentén legyen és poros legyen, vagy ilyesmi. A táplálkozási szakértő szerint is fontos, hogy tiszta helyről származzon a növény. A bodzát semmiképpen ne szedjük az utca széléről, ahol rengeteg autó jár, ahol nagyon nagy a forgalom, vagy ahol például nagyon szennyezett a levegő, például itt Vásárhelyen akkor és a kombinát környékén annyira nem lenne a legajánlatosabb. A piacról való vásárlás azért nem a legajánlottabb, mert nem tudjuk a biztos forrását, hogy honnan voltak ezek a bodzavirágok leszedve. A bodzavirágát és termését sokféleképpen lehet hasznosítani, de mindközül a legismertebb a virágból készült.
készült bodza ivólím. Ezeket ajánlatos minél rövidebb szárral leszedni. A termésen és a virágon kívül ugyanis a bodza többi része mérgező is lehet. A szalmakalap egykoron nem csak az időjárás viszontagságaitól védte meg a viselőjét, beszélt a származásáról, a nemzetiségéről és a koráról is. A szalma fonatairól híres Kőrispatakon összegyűjtötték az ország különböző vidékeire jellemző kalapokat. A látogatók a múzeumban mindent megtudhatnak a gabonaszárból készült fejfedő történetéről. A többféle fonat van. Mi itten Kőrispatakon 7 szálból fonjuk az alapanyagot, de van egy falu Maros megyében Jobbágytelke, ott 11 szálból fonják. A különböző fonattípusokat mutatja az egyik kőrispataki kalapkészítő. A Hargita megyei faluban már több mint 200 éves hagyománya van a szalmafonásnak. Ez egy szükségszerűség volt, mert ez egy hajdanában egy szegény falu volt, és ez hozzávezetett az a szalmafonat készítés és a szalmakalap készítés a megélhetéshez. A szalmakalap hajdanán nem csak az esőtől és a naptól védte meg a viselőit, sok információt hordozott azok számára, akik ismerték a jeleket. Elárulta például, hogy a viselője hány holdas gazda, vagy hogy magázni kell-e, vagy tegezni. Kalap elmondta a tájegységünket, honnan jövünk. A bácsiról önmagáról nem tudtuk megmondani, de a kalapját találtuk, már mindjárt láttuk, honnan jön. Elmondta a kalap a nemzetiségét, ki milyen nemzetiséghez tartozott, a díszhordással, aki balra tette magyar ajkúnak, vallotta magát, aki jobbra az román ajkúnak. Az ott jártunkkor a múzeumban tartózkodó gyerekekre a 2 méter széles óriás kalap volt a legnagyobb hatással. Nekem nagyon tetszett ez a nap, és a legjobban ez a nagy kalap tetszett, hogy az nagyon érdekes, hogy régebb hogy éltek. A múzeumot 2001-ben hozták létre egy régi parasztházban. A látogatók a kiállítás mellett a szalmakalap készítés technikájával is megismerkedhetnek. 5. alkalommal szervezik meg idén a Csíkszentdomokosi Lovasnapot. A június 13-i rendezvény szervezői változatos programmal várják az érdeklődőket. Ismét találkozhatnak Felcsíkon hétvégén azok, akik szeretik a lovat és a lovasportot. A minőségi szabadidő eltöltés helyszín ezúttal a Csíkszentdomokosi sportpálya lesz. A 10 órától kezdődő lovasnap programjáról iradunknak a szervező Albert Alfonsz Pál számolt be. Az idén 5. alkalommal szervezzük meg a Csíkszentdomokosi Lovasnapot, amelynek programja kutyás programok lesznek, délután díjugratás, fogathajtás, erőpróba, valamint este 7:30 körül ról fog koncertezni. Az 5. lovasnap társszervezője Bajko Tibor, 3-szoros országos 2-es fogathajtó bajnok. Június 17-től megszűnik Romániában az analóg földfelszíni televíziós sugárzás, ugyanis Romániában is életbe léptetik az erre vonatkozó uniós jogszabályt. Ez azokat érinti, akik mindössze egy szoba antennával vételezték a televízió adókat. Az Erdélyi Magyar Televízió esetében ez a marosvásárhelyi és a sepsiszentgyörgyi lakosokat jelenti. Ettől függetlenül az RDTV nézői természetesen továbbra is zavartalanul követhetik műsorainkat a kábeles és műholdas műsorterjesztő kínálatában. Dán Petrescu lehet a marosvásárhelyi ASEA új edzője. Nézzük a híreket a sportvilágából. Sajtóhírek szerint Dán Petrescu lesz a marosvásárhelyi ASEA új edzője. A szakember bajnoki címet nyert az Unirja Úzicsennel, és utána remek sorozatot produkált a Bajnokok Ligája csoportkörében is. A pletykák szerint Dán Petrescu 90%-ban már megegyezett az idei ezüstérmes marosvásárhelyi ASEA-val, de hivatalos bejelentés még nem történt. Amennyiben az egykori román válogatott játékos a Marosvásárhelyre kerül, több olyan játékost hozna magával, akikkel néhány éve bajnokságot nyert az Úzicsen csapatával. Ukrajnában állt rajthozatus Nád Cycling Team kerékpár csapata, ahol a fiúk 2 egynapos versenyen tekertek. A legjobb eredmény a francia Tom Bossis nevéhez fűződik, akinek előbb egy 10., majd egy 19. helyet sikerült elérnie. A versenyt az ukrán kerékpárosok uralták. Továbbra is Zorán Mikes irányítja a sepsiszék női kosárlabda csapatát. A szakember 2+2 éves szerződést írt alá.
Zorán Mikes bajnoki ezüstérmet szerzett és Románia kupát nyert a Sepsiszentgyörgyi női kosárlabda csapattal. A boszniai szerb szakember egy éve érkezett Háromszékre és nagyon gyorsan eredményes csapatot verbuvált. A Sepsiszék vezetősége úgy döntött, a következő idényben is ő ülhet a kispadon. Isten igazából már a tavalyról is tudtuk, tehát ővel egy 2+2 éves szerződést kötöttünk, hosszú távban gondolkodunk be az ő személyében. Családostól költözött Sepsiszentgyörgyre, és reméljük, tehát mi biztosak vagyunk abban, hogy a mi elvárásainknak az ő szaktudása, meg az ő tevékenysége megfelel. Játékosok távozásáról és érkezéséről még nem tudtak beszámolni, annyi viszont biztos, hogy merész célokkal vágnak majd neki az új idénynek, és ennek érdekében ütőképes csapatot akarnak kialakítani. A Sepsiszék keretéből egyébként 3 játékost is behívtak a román válogatottba, amely 2 nap múlva Európa-bajnokságon vesz részt. Ez volt a híradó, mutatjuk a szerdai időjárás részleteit is, viszontlátásra!